Üdvözlöm Önöket! A Globo világjáró mai adásában a világ legnépesebb és legnagyobb országába utazunk. A nagy fogalma azonnal megváltozik, ha az ember egy kicsit belegondol azokba a távolságokba, kulturális sokszínűségbe, ami Kínát jellemzi. Nem beszélve a világűrből is látható nagy falról. A távol-keleti ország természeti szépségein, kultúráján és vallási szokásain keresztül mutatjuk be a kínai mindennapokat. Csoda szép vidék. A kínai fővárosból, Pekingből elindulva átkelünk az ősi nagyfal keleti végpontján a Shanghai Kuanátjárón. Onnan folytatva az utat északra, megérkezünk erre a hatalmas, szélsőséges időjárással rendelkező területre. A végtelen hegyláncok és hatalmas folyók keresztezésénél, a hóval borított pusztán, a legtávolabbi hideg határvidékeken, a végtelen sűrű erdőkben, a leggazdagabb termőföldeken, mindenhol megtalálhatóak az emberi élet nyomai. Ez a kínai északkeleti vidék. Élet északkeleten. A Csilin-Csangvaj-hegy. Minden évben a szeptember a legszínesebb évszak. A sűrű őserdőben számtalan az embert lenyűgöző természeti csoda rejtőzik. Épp hogy elállt az eső, Wang Chong-san két fiatalemberrel folytatta az útját az erdőben. Az északkelet három kincse közül a ginzeng után kutatnak. A helyi hagyomány szerint a ginzeng gyűjtőknek indulás előtt el kell menni imádkozni, ezzel fejezve ki a természet iránti tiszteletüket. Békességért fohászkodnak, valamint azért, hogy gördülékenyen menjen a ginzeng utáni kutatás. A ginzeng gyűjtés szabálya szerint nem szabad beszélgetni, mert az elterelheti a figyelmet a feladatról. Szükség esetén a fabotot használják az egymás közötti kommunikációra. A helyiek szerint a ginzeng gyűjtése az erdőben olyan feladat, amely egyszerre teszi próbára az ember bátorságát, leleményességét és a fizikai alkalmasságát. A 60 éves Wang Zhong-sannak immár 40 évnyi tapasztalata van, ami segíti a mostani kaland eredményességét. A vad ginzeng nagyon válogatós a növekedési környezetét illetően. Nem szereti a meleget, a szárazságot, a fényt, ezen kívül csak a tengerszint feletti 1000 és 2000 méter közötti magasságban lévő hegyi erdőben képes megélni. Elsőre békésnek és nyugodtnak tűnhet az erdő, de valójában sok-sok veszélyt rejt. Bármikor találkozhatnak vadállatokkal, mérges rovarokkal vagy miazmával. Újra besötétedett. Az erdőben nagyon nagy a napi hőingadozás. A nappali 18 fokról estére 0 fokra eshet a hőmérséklet. Wang Zhong-san utasítása szerint a két fiatalember tábort ver és tüzet gyújt. A melegedésen kívül vadállatok távoltartására is alkalmas az éjszakai tábortűz. A ginzengszedő csapat a hagyomány szerint páratlan számban indul útnak, majd párosan tér haza.
A Ginzenggel együtt lesz páros a csapat, amely az eredményességet szimbolizálja. Wang Zhongshan mélyen hisz abban, hogy a hegy istene nem hagyja, hogy üres kézzel térjenek haza. A helyiek bunkósbotnak hívják a Ginzenget. Aki elsőre megtalálja a Ginzenget, annak hangosan kell szólnia a többieknek. A nyereményt meg kell osztani a többiekkel. Ez a gyűjtögetők elve. A ginzenggyűjtők szerint ennek a növénynek lelke van. Egy érmével felfűzött, piros madzaggal tekerik körbe a ginzeng levelét. Ezáltal, mintha egy kötőféket kapna a növény, nehogy elszökjön. A kiásásnál szükség van a sok tapasztalatra és gyakorlatra. Ezt a folyamatot bunkósbot emelésnek hívják. A ginzeng gyökérzete összefonódhat a fa gyökérzetével, ami miatt sok időbe telhet kiásni. Ezt olyan embernek kell elvégeznie, aki rendkívül türelmes és aprólékos. Minden egyes szálat sértetlenül kell kiásni, különben sokat veszíthet a ginzeng az eladási értékéből. Két óra elteltével sértetlenül kiásták a friss vadginzenget. Wang Zhongshan puha mohával és fakéreggel rétegesen tekeri be a ginzenget. Egy érett ginzenghez legalább 50 év növekedési idő szükséges. A gyűjtögetők egyik alapvető elve, hogy a nagyot elviszik, a kicsit pedig ott hagyják. A nem eléggé éretteket meghagyják a későbbi generációknak. Kínában a ginzenget a magas gyógyhatása miatt a gyógynövények királyaként emlegetik. A Csungbaj-hegy lábánál levő Fuszong megye ad otthont a ginzeng kultúrájának. Wang Zhongshan jó áron adta el a ginzenget. A Csungbaj-hegy természeti kincseivel köszöni meg az itt élőknek, hogy tisztelik és óvják őt. A Shanghai-Kuan átjárótól észak felé síkság terül el, ahol a színes ősz mindig nagyon rövid ideig tart. Itt az év nagy részében a fehér szín jellemzi a láthatárt. Mohe Peihong Kína egyik legészakibb részén található faluja. Oroszországtól csupán egyetlen folyó választja el, a Heilongjiang folyó. Ez az ország határ. Január az év leghidegebb hónapja. A jeges földben nem terem meg semmi. A mínusz 40 fokos hőmérséklet következtében minden elcsendesedik. A tél rendkívül hosszúnak tűnik. Ugyanakkor Mohőnek éppen ez a szélsőséges időjárása vonza leginkább a természet szerelmeseit. Az 1/8 részben orosz vérű helybéli Zhang Yaosong nővérével együtt egy turista fogadót üzemeltet. Az egykori mezőgazdasági holtszezon már a forgalmas időszakká vált. Azért, hogy friss ételt tálalhasson a vendégeknek, Zhang Yaosong megkereste két jó barátját, Lao Sunt és Lao Mut,
hogy együtt menjenek ki halászni a befagyott Heilongjiang folyóra. Ez tapasztalatot és együttműködést igénylő feladat, amely kockázatos is lehet. Télen nem könnyű, és nem is akárhol lehet halat fogni. Általában ott úszkálnak, ahol erősebb az ár. A lovas kocsinak több mint 10 kilométert kell megtennie a befagyott folyón, hogy megérkezzenek a megfelelő helyre. Az éghajlatváltozás miatt minden évben más a befagyott felszín szilárdsága. A korábbi telekhez viszonyítva ez most enyhe télnek mondható. A jég nem olyan szilárd az elmúlt évekhez képest. A törésvonalak alatt már a folyóvíz van. Az eddigi tapasztalatok alapján ilyenkor a legtöbb hal a folyó közepén található. A halászok hárman együtt haladnak. Ugyanis ha valakivel történne valami, akkor a többiek gyorsan a segítségére siethetnek. Megkezdték a munkát. Hárman együttműködve hamar sikerült két lyukat fúrni. Idén a jégréteg vastagsága csupán 40 cm. Az elmúlt években elérte az 1 métert is. A bot és a kötél segítségével alányomják a hálót a lyukon keresztül, majd a víz alatt kifeszítik. Ehhez a hagyományos módszerhez nem csupán gyakorlatra van szükség, de egy kis szerencsére is. Már volt olyanra példa, hogy ezen a területen egy több 10 kilós halat fogott valaki. A háló vízbe merült, most már csak arra kell várni, hogy a halak maguktól beleusszanak. A folyóból kiálló botok a különböző halászpontokat jelölik, amelyeket korábban más falusiak hagytak ott. Mára a legtöbb halász időskorú. A fiatalok nagy része elhagyja az otthonát, városokba megy dolgozni. A rokonok az év legfontosabb ünnepekor, a hold új évkor gyűlnek össze. Ez a férfi az unokájáról mutat egy képet, aki egy éves. Arra biztatja a mellett álló férfit, hogy hívja haza az idén férjhez ment lányát az ünnep idejére. A halra való várakozás hosszúnak és monotonnak tűnik. A mostani halászat lehet, hogy eredménytelenül végződik, de ezzel legalább elütik az időt az unalmas tél alatt. Elérkezett a háló kiszedésének ideje. Azonban a háló befagyott a jégréteg alatt. Óvatos mozdulatokkal kell kihúzni a vízből, ugyanis ha erősen húzzák fagyott állapotában, könnyen elszakadhat, és akkor hiába volt a félnapos fáradozásuk. Valamennyire szerencsésnek mondható a csapat. Télen elég nehéz halat fogni. Éppen ezért nagyon boldogok, amikor sikerül.
Csodaszép vidék. A természet megajándékozta a fagyos, havas vidéken élő embereket egy egész asztalnyi finomsággal. Az emberek számára élvezetesebbé tette ezt a telet. A holdúj év közelettével a Csangbaj hegy lábánál található folyóban kutat békák után az erdész Zhang Yutao és Lao Yan. Ez a békafajta a rendkívüli gyógyhatása miatt értékes. Télen a folyóban lévő sziklák alatt alussza álmát. A víztükrén keresztül tisztán lehet látni, mi zajlik a felszín alatt. Ha szerencsések, a szikla alatt ott lesznek a békák. A 38 éves Zhang Yutao egyetem után kezdett el erdészettel foglalkozni. Mestere Lao Meng mindent megtanított neki a szakmával kapcsolatban. Ma Zhang Yutao meglátogatja a fakitermeléssel foglalkozó mesterét, Lao Mengöt. A békák kiváló ajándéknak számítanak. Mudang Chiang Chaihe falu Weixing erdészetét fél éven át hóborítja. Az 54 éves Lao Meng a favágó csapat vezetője. Immár 35 éve dolgozik ezen a területen. Az itteni munkához sok energia kell. A fák több mint 75%-a a meredek hegyoldalon található. Sokszor még ennek a nagy lóerejű traktornak is, amelyet hegymászónak neveznek, emberi segítség kell, hogy fel tudjon menni a hegyoldalra. A favágás folyamata talán egyszerűnek tűnik, de nem biztos, hogy ez így is van. A favágónak alaposan fel kell mérnie az adott fa helyzetét, a terepet és a szélirányt. Helyesen kell megítélnie a dőlési irányt, hogy minden biztonságban legyen. A favágó csapat tagjai már nem fiatalok. Ez a tevékenység az életük részévé vált. Azonban hamarosan búcsúzniuk kell majd a favágástól. Az ország legújabb természetvédelmi programjának keretében a hatóság teljesen megtiltja a tavaszi időszaktól az erdőirtást. Így a csapat az utolsó szezonját tölti együtt. Szürkületkor végre megérkezett Zhang Yutao és Lao Yan. Mennyit főzöl ma este? Eleget, ne aggódj! Hát itt vagy, Tao! Hogy ilyen későn jöttél? Kész a kaja, és itt is vagy. Ígyunk egy kicsit. Nézd meg az ujjait, egyik vékonyabb, mint a másik. Lao Mengnek és társainak mind van elképzelése a jövőt illetően, de egyiküknek sem fordult meg a fejében, hogy elhagyják otthonukat. A tél elmúlásával az itteni fakitermelő tevékenység már a múlté lesz.
Igaz, más módon, de még mindig az itteni levegőt fogják szívni. És a természettel együtt várják majd az új év kezdetét. A felmelegedés és az új évszak másképpen fogja színezni az északiak mindennapi életét. A májusi Heilongjiang, azaz a fél évre befagyott folyó újra folyik. Kínában a legészakabbra lévő mezőkön elkezdődött az éves szántás. Lao Men kiskorában érkezett ide apjával, Shandongból. Lao Men olyan földön él, amely egy másik névről is ismeretes, úgy hívják az északi éhínség. Sok-sok csatornából vezetik át a vizet a mezőre. Ezt a folyamatot mezőáztatásnak nevezik. A tél után a meglazult földbe könnyebb növényeket elültetni. Az északkeleti hideg időjárásban a humusz hosszú idő alatt ülepedik le, amiből termékeny fekete földréteg lesz. Itt ennek a jó minőségű termőföldnek köszönhető minden egyes rizsszem. Lao Men az északi éhínségről maradt gyermekkori emlékeit feletteti a modernizált tanya. Az ültetendő növényeket szállító kisvonatra egyszerre csak 20 holdnyira elegendő palánta fér fel. A mezőgazdasági tevékenységen kívül a kisvonat a látogatókat is szállítja. Akármennyire fejlesztik a mezőgazdasági módszereket, mégiscsak egy olyan gazdálkodásról van szó, ami nagyban függ az éghajlattól. Idén tavasszal Lao Men a feleségével 150 holdnyi palánta ültetését tervezi. Szezon időszakban a rokonok segítenek egymásnak. Az itteni éghajlattól függve dolgozó kínaiak évezredek óta szoros kapcsolatot ápolnak egymással. A palánta ültetés hamarosan véget ér. Lao Men a folyóban gyűjtött halivadékokat a mezőn lévő vízbe teszi. Majd októberben, amikor már nagyra nőttek a halak, tudják, elérkezett az aratás időszaka. Az északi éhínség területe ma már északi raktárrá változott. Ami nem fog változni, az ezen a fekete földön élő embereknek a boldogsághoz való kötődése és a reménnyel teli jövőképe. Ez a terület Kína északnyugati földje, ahol a világon a legsűrűbben található a sárga föld, illetve a legvastagabban fedi a földréteget. A vágtató sárga folyó a Löszhátságról ered, és végigmegy Kína legősibb mezőgazdasági területein. Ez volt már a Globo világjáró, legközelebb ismét Kínába látogatunk el, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!